a videó, amit minden évben meg kéne csinálni, de sajnos elsúnyogjuk, és még az is lehet, hogy idén még csak nem is nagyon ittunk. Ittunk idén Soproni IPA-t? Én külön biztos. Józsi külön biztos, hogy ivott. Szóval, hogy ez volt gyakorlatilag a nagyüzemi craft forradalom első fecskéje, hírnöke, zászlós hajója, dárdavívője, mit tudom én, olimpiai láng hordozója, a Soproni IPA. És ha megkapnád egy kvízben, hogy mióta van Soproni IPA, mit mondanál én? Simán bemondanám a 10 évet. Én azt hiszem, hogy legalább 10, de el tudnám képzelni, hogy 11-12, de valójában, hát nem nagyon, a Wikipedia szócikke van, vagy csak nem dobta ki nekünk a Google. Mindegy, 2017, vagy 2016-ról 17-re virradó évben került piacra a Soproni IPA, és hát szoktuk rajta köszörülni a nyelvünket olyan értelemben, hogy hát mindig más a Soproni IPA, de hát a Soproninak a főzőmestere még mindig azt szoktam mondani, hogy nem, a Soproni IPA tök ugyanolyan, lehet, hogy félretárolták, lehet, hogy a Tróger targoncás kínfelejtette a szupermarket udvarán a napon, és hogy komlóhangsúlyos söröket valójában joghurt szinten kéne tárolni, tehát végig hűtve, és hát komoly atrocitások érhetnek egy nagyüzemi sört egy ilyen nagyüzemi szállítási láncban. Minden esetre, szóval 4-8 volt akkor az alkoholtartam, és most is 4-8, és tudod, hát hiába zaklatod a Soproni főzőmesterét, hogy akkor volt-e valami varia, mit változott a Soproni IPA, azt mondják, hogy nem változott semmit. De az a nagy kérdés, hogy milyen lesz az íze, nagyon rossz nem lehet, mert már tavaly valami snob kocsmában ittam meglepően olcsón, valami 600 forintos korsóáron a Soproninak az apa, vagyis American Pale Ale-jét csapolva, és egy teljesen vállalható cucc volt, akárhol ihattam volna, nem lóg ki sehonnan. Ó, már a bontásnál jön ez a jó kis komló illat. És akkor... Hát... Szép a hab, és oké, hogy azt írják rá, hogy szűretlen, de attól még nem kéne, hogy ennyire zavaros legyen. Ajaj. Kicsit túlhűtöttem a poharat. De hát még tart a nyár. Hát talán az ára, tehát nem is tudom, 2017-ben mennyi volt egy Soproni IPA, hát most már ezt mind a kettőt 4,59 vagy valamilyen áron volt a Tesco-ba. Tehát nyilván mindenki tud mondani egy még szegényebb kis térségbeli, még kisebb boltot, ahol olcsóbb. Én ennyire vettem, ugyanannyiba került a kettő, pedig hát 4,8 a Soproni IPA és 5,5 a Soproni APA. És az nekem a furcsa, hogy 2017 mióta elkezdtek craft stílusú, hát nálunk, a mi éghajlatunkon craft stílusú söröket csinálni, ugye a Magyarországon honos multik, hogy azóta azért történt ez az, sok millió hektoliter ugye lefolyt a különböző főzékből, és amik eltűntek, ugye Soproni Porter, amiért azóta is sír mindenki, azért nem csinálják, mert nem vettünk belőle eleget. Ja, hát itt ugye 100 000 hektolitereket kellett volna vennünk belőle, hogy rentábilis legyen. Soproni Málna. Voiced Soproni Málna. Ugye azért kevesebben sírnak. Ugye eltűnt szerintem a Dreher IPA. Látunk Dreher IPA-t? Régen látunk Dreher IPA-t. Szóval tűnnek el sörök, de a Soproni IPA standard, és nekem az a furcsa, hogy az APA is standard, de most rákóstolunk erre a jó kis Soproni IPA-t, hogy vajon milyen. Lehet, hogy én mindig egy kicsit ilyen szalmásabb irányba, világosabb sörre emlékszem. Ez mindig ilyen szűretlen volt, ezért is érzékeny a hőre, tehát ezért se szabad tűzőnapon kint felejteni, mert ezért lett népszerű a lágersör. A gyárak szerették valójában a lágersört, nem a fogyasztók, mert a nagyon leszűrt lágerben nagyon kevés dolog tud elromlani, és ha nincs semmi íze, akkor aztán végképp nem tud bajesni, így jutottunk el ugye a Millerig, meg a Baba, terjedt illat. Te mikor ittál Soproni? Ja, te megveszed a boltba és megiszod? A héten biztos. A héten? Hát akkor
Ez lehet, hogy ilyen volt. Ismerek embert, aki nem mondom, hogy azért gyűlöl, de mondta, hogy én vettem el a kedvét a soproni ipától, pedig nem is akartam elvenni a kedvét a soproni ipától, csak hogy elvettem azzal a kedvét a soproni ipától, hogy mondtam neki, hogy ebben van búza. Nagyon nem 4-8-nak tűnik, ez többnek tűnik. Én 5-félnek is megvenném, de akár 6-nak is. Nem vizes. Nem kraft. Tehát nem egy érdekes. Én ugye voltam a soproni sörgyárban, ahol maga Lados Péter mutatta meg a komló készítményt, ami egy ilyen érdekes gyanta vagy méz-szerű, sűrű izé volt egy dobozból kijött, hogy az volt a komló készítmény, ami a soproni ipában volt. Hát, valaki extra friss. Apa ipa. Nem, ez a soproni, a klasszikus. Mondanám azt, hogy ennél tartályfriss söröket kóstolunk, de most ezt nem tudjuk megtenni. De ennél frissebb soproniak, amik itt vannak, nincsenek. Itt még szűretlenül is. Nem rossz. Nagyon furcsa, hogy ennek ennyire, a töménységére nem emlékeztem. Tök jó. Tök jó. Már majdnem ilyen West Coast tipás. Tehát le lenne szűrve, és egy kicsit keserűbb lenne, és még egy icipici aromakomló. Hát, érdekes. Nem rossz, bár ugye a másik szomszédos hely nekem filiálé, ugye a Laskónak az ipája talán egy kicsit könnyedebb, és talán egy kicsit ízesebb, de hát a Laskó abban a kellemes helyzetben van, hogy egy Szlovénia tele van komlóval, tehát és saját szlovén komlókat tudsz rakni, ami a világ legmenőbb dolga tényleg, hogy egy nemzeti ipában nemzeti komló legyen, és akkor hát az apa, ami elvileg, tudod, hát most mi az apa, az American Pale Ale, tehát hogy veszel egy klasszikus brit sört, és raksz bele amerikai aromakomlókat, ja egyébként néztem, hogy a szöveg, vagy erre sem emlékeztem már, hogy itt van a népnevelés, szóval sokat tett a soproni azért a népnevelésért. Az ipa nem csak kibírta a szállítást, de kesernyi és testes ízű ugye, hogy Indiába, azért raktak bele a sok komlót, hogy meg ne romoljon. A trópuson szállítva egy kicsit furcsa, hogy ma meg azért hisztizünk, hogy haló, tessék végighűteni, miközben a komló. Igaz, hogy ez nem arom a komló volt, hanem a sok keserű komló. Tehát a historic ipa az tök más volt. American például a kézműves sörforradalom kezdetét jelentette Amerikában. Lágersörök egyeduralmának véget vetett. 75-ben a függetlenségi háború 200. évfordulója brit mintára elkészítették az első főzetet. Ja, hogy akkor ezt az Encore, vagy valamelyik ilyen kaliforniai főzde találta fel, tehát hogy azért American Pale Ale, mert amerikai komlók ugyanolyan színe van. Mikor? Te ilyet is ittál? Ezt ritkábban, ezt szerintem el. Miért iszod ezt ritkábban? Mikor ugyanannyiba kerül, és több benne az alkohol. Ó, egy picit. Nem picit. Tök jó színe van mind a kettőnek. De még az ipában az a baj, hogy ma megittam. Nem tudom, hogy mutatni a színét. Szóval egy kicsit narancsosabb. Én szeretem ezeket a színeket, de igazából hát azt tekintetbe véve, hogy a porter nem bírt megélni, az alapján lehet, hogy hülyeség lenne egy West Coast ipával próbálkozni, bár én el tudom képzelni, hogy érdemes lenne mégis. Szép a habja. Na, hol néz ki a színe? A hoplágert hozzák vissza. A hoplágert? Tényleg a soproni hopláger az is kifutott. Igazad van. Hát, de azt szerintem nem volt olyan jó. Hát a Dreyernek... Mi? Én a három közül, hogy minden volt, azt vettem. Józsiak közül a három közül a hoplágert vette. Nekem az nem volt elég hop. A lágernek finom volt. Az egy laza láger volt egyébként. Tényleg az egy jó formátum volt. Ennek sokkal kevésbé karakteres az íze. Ezért nem ezt teszem. Sejmes? Nem rossz esze, de 5 fél. Nem tűnik fel semmilyen különbség. Élénkább kellemesebb íze van az ipának.
egyiket se téveszted össze egy krafttal, de igazából én ezeknél még egy lazábbra is vevő lennék, bár az is tény, hogy ezekre is nagyon ritkán vagyok vevő, tehát évente egyszer, vagy amikor megcsináljuk a tesztet. Igen, ez a helyzet, hogy szerintem tartozik nekünk fogyasztóknak a magyar sörgyártás egy rendes, iható West Coast tipával. Nem kéne sok mindent csinálni, hasonló, egy kicsit több keserű komló, egy nagyon picit több aromakomló, és le lehet szűrni, és akkor talán jobban bírná a szállítást is. Hát kérdés, hogy lennénk-e elegem hozzá. Egyébként, hát igen, a portert azt venném most is, azt ma is bevernék egy soproni portert, csak hát sajnos mondom, lehet, hogy 100 000 számra tudunk hisztizni, hogy miért nincs, de hát ilyen a kapitalizmus, hogy azt gyártanak a nagyok, amit megvesznek, hát porterből meg kénytelenek vagyunk a kraftokra, a magyar kraftokra hagyatkozni, de igazából hát az sem biztos, hogy azzal olyan rosszul járunk.